145 évvel ezelőtt, 1876. január 3-án indult el a vasúti közlekedés a Rába közben. Megépült a Sopron-Győr közötti vonal, majd a Csorna-Szombathely vasúti pályát alakították ki Beled érintésével. A városokban és a falvakban élők mobilabbá váltak. Alig 2 óra alatt el lehetett érni Sopronba. A 19. század legkiemelkedőbb közlekedés fejlesztéséről Pavlucki Béla helytörténész tájékoztatja nézőinket. 2021. esztendő egyik első riportjában, amit készítenek velem, a Rába közé és a vasutak kapcsolatáról szeretnék néhány dolgot elmesélni. A mai beszélgetésünket igazából 3 témára fűztem fel. Az egyik a Győr-Sopron közötti vasúti összeköttetés megvalósulása, hiszen ennek a 145. évfordulóját ünnepeljük a napokban, illetve másodiként a Báró Belgusztár nevéhez kötődő kapuvári gazdasági vasútról, a kis vasútról szeretnék néhány szót említeni, természetesen a 19. századhoz köthető ténykedéseket, illetve a harmadik téma szintén inkább Kapuvárhoz és a Rába köznek a középső részéhez köthető, ez pedig egy meg nem valósult vasútnak az eszméje és a története. Mint ahogyan említettem, 145 évvel ezelőtt, 1876. január 3-án indult meg a vasúti forgalom Győr és Sopron között a vaspályán. Ez egy óriási dolog volt a rábaközi emberek számára, hiszen korábbiakban, ha valamilyen ügyet kellett intézni, akkor el kellett mennie Sopronba, ezt lóháton, szekéren, vagy sok esetben gyalog tették meg az emberek. És azzal, hogy megjelent a vasút itt a Rába közben, egy óriási változás következett be az embereknek az életében. A legnagyobb dolog és a legnagyobb jelentősége a vasútnak az, hogy az időjárásnak a szeszélyeitől függetlenné tudja tenni a közlekedést, és nem csak hogy függetlenné, hanem jelentősen fel is tudja gyorsítani. A vaspálya átadásának évében a Kapuvárról Sopronba 1 óra 55 perc alatt lehetett eljutni vasúttal, vonattal. Ma is ugyanezt a nyomvonalat követik a vasúti szerelvények, de ugye ma már ez lényegesen gyorsabban teljesíthető. Mégis a 19. század második felében élt embereknek ez egy óriási lépés volt, és hatalmas élmény is volt. Rengeteg embert megihletett a vasút például, különböző prózai művek, illetve versek születtek ebben az időszakban a Rába közben is az új közlekedési eszköz dicsőítésére. De hogyan is valósulhatott meg ez a történet? Ha annyira nagyon mélyen nem akarunk beleásni a Gyesev korai történelmébe, akkor azt mondhatom, hogy az 1860-as éveknek az első felében a kapuvári uradalom haszonbérlője József Schulhof volt az, aki 1864-ben előmunkálati engedélyt nyert arra, hogy Győr és Sopron között vasutat létesítsen, de különböző okok miatt nem sikerült kiviteleznie ezt a nagyszabású munkát. Ráadásul 1865-től új bérlője volt a kapuvári uradalomnak Báró Bergusztáv, aki 1867-ben indított itt a Rába közben mozgalmat annak érdekében, hogy ez a vasúti összeköttetés ténylegesen megvalósulhasson. Azt lehet mondani, hogy a szomszédos Győr vármegyének a gazdasági érdekei 1870-től kívánták azt, hogy ez az összeköttetés létrejöhessen, és azt mondhatjuk, hogy innentől gyorsul fel a vasút eszme, és indul el a megvalósulás irányában. 1872-ben törvénycikkben szentesítették magának ennek az új közlekedési útvonalnak a megvalósítását, 1873-ban pedig megtörtént az első kapavágás is. Sajnos a vasúti munkálatokat sok minden hátráltatta, ilyen volt például a szeszélyes időjárás, hiszen ebben az időszakban kezdődnek el a rábaszabályozáshoz köthető munkálatok, és nagyon sokszor a folyóknak az áradása nehezítette az építés problémáját, illetve 1873-ban egy tőzsdekrak miatt gazdasági válságba került maga az Osztrák-Magyar Monarchia is. Végül mindezeken a nehézségeken túllépve 1874-ben már az akkori közlekedésügyi miniszter úgy nyilatkozott, hogy az év végére meg fog valósulni a vasúti összeköttetés, ez sajnos nem következett be, viszont 1875-ben Kapuvár szempontjából is egy fontos dolgot kellene megemlítenünk, hiszen a kivitelezési munkálatokat ebben az évben
az általam már említett Báróberg Gusztávra és az ő uradalmi munkásaira bízták. Így azt tudom mondani, hogy magának a Győr-Sopron közötti vasúti sinek lefektetésének, a munka befejezésének az utolsó szakasza pont a kapuvári haszonbérlőhöz köthető. 1876 évelején megvolt az ünnepélyes átadás, és már a kezdetektől fogva óriási volt az érdeklődés a vasút iránt, hiszen ez egy újdonságnak számított itt a rábaközi emberek számára, és nem csak az áruszállítás kapcsán, hanem például a személyforgalom kapcsán is nagy volt a jelentőség, hiszen a Rába közben élt emberek kíváncsiak voltak erre a közlekedési eszközre, és azt lehet mondani, hogy itt a térségben a szerényebb anyagi körülmények között élő emberek számára az első kirándulási lehetőséget is maga a vasút biztosította. Kezdetben naponta két alkalommal lehetett Kapuvárról Győrbe vagy Sopronba eljutni, és már magában az első üzleti évben körülbelül 138 ezer embert szállított a vasút a két település Győr és Sopron között. Fontos megemlíteni, hogy sajnos az első évben 1876. február 28-ig lehetett csak a vaspályát használni, mert az óriási tavaszi áradások miatt Kapuvár és Vitnyét között teljesen megrongálódott és használhatatlanná vált a vaspálya. Helyreállítási munkálatokat Berg Gusztáv és emberei végezték, és 1876. május 2-ától állt helyre a vasúti közlekedés. Amit még szeretnék megemlíteni, hogy a kezdetek kezdetén a társaságot mindemellett a természeti kár mellett más anyagi károk is érték. Például egyik alkalommal nagy szélvihar volt a soproni vasútállomáson, és a nem jól rögzített vasúti kocsik elszabadultak, és a Eszterháza környékén egy nagy kanyarban kisiklottak, és az összes kocsi összetört. Voltak ilyen gyerekbetegségei ennek a vaspályának, de igazából a hozzáfűzött reményeket beváltotta, és hát ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ma is megvan ez az országunk szempontjából nagy jelentőséggel bíró vasúti összeköttetés. Tehát akkor igazából 145 éve használhatják a kapuváriak, a soproniak, a csornaiak, illetve a rámaköziek ezt a vasúti összeköttetés, vasúti vonalat. Pontosan, igen. És ez, mint már említettem, nem csak például a kirándulások tekintetében lesz egy nagy dolog, hanem gazdasági értelemben is, hiszen 1876-ban nyílt meg a vasútvonal, a következő évben, 77-ben Báróberg Gusztáv elérte Kapuváron a heti vásároknak, a heti piacnak a megtartását, és már az 1880-as években úgy emlegetik Kapuvárt, mint a Duántúlnak az egyik legnagyobb piacát. Tehát ez a település gazdaságát is jelentősen élénkítő történés volt. Viszont a bárónak más érdekei is szolgálták a vasút létesítés gondolatát, hiszen ő egy 18 ezer hektár kiterjedésű óriási birtoknak volt a vezetője, és ez a birtok Kapuvártól északra lévő földeken kiváló adottságokkal rendelkezett cukorrépa termesztés szempontjából. Viszont a cukorrépát az őszi időszakban szokás betakarítani, és ebben az időszakban már megérkeznek az őszi esők, és a földutak egyszerűen járhatatlanná válnak. A szekerek a nagy súlyú cukorrépát csak nagy nehézségek árán tudták behozni a kapuvári vasútállomásra, és ezért gondolkodott a Báróberg Gusztáv már 1878-tól azon, hogy a cukorrépa betakarítás esetében is függetleníteni kellene magát az időjárás viszontagságaitól, és így már rá is tudunk kanyarodni a másik témára, ami a kapuvári gazdasági vasút, a kisvasútnak a története lenne. 1878-ban elkészültek a tervek, melyek a Kapuvártól északra lévő majorokat, Földvár és Öntésmajort kötötték össze egy 750 mm-es tengely távolságú, német szabvány alapján készült keskeny vágányú gazdasági vasúttal. Az 1879. évben elindult az engedélyeztetés folyamata, és 1880 tavaszán láthatott neki Báróberg Gusztáv és az ő általa alkalmazott emberek ennek a nagy feladatnak a kivitelezéséhez. Pontos információink vannak magáról az egész kisvasútnak a létesítéséről,
és arról, hogy ez micsoda óriási munka volt, és azt képzeljék el, hogy 1880 tavaszán indult a munka, és ugyanebben az évben ősszel már a cukorrépa betakarítást a keskenyvágányú vasút segítségével végezték. Ez egy lóvontatású vasút volt, egy pálya volt, tehát egy irányú volt a pálya, egyszerre csak egy irányból lehetett közlekedni, viszont több helyre úgynevezett kitérő pontokat építettek, hogyha mondjuk az uradalmi földekről érkező répával megrakott szerelvények érkeztek, de már a másik ment mondjuk a kapuvári vasútállomásról vissza a földekre, akkor ne kelljen Kapuváron megvárni az onnan érkező szerelvényt, hanem hogy így fel lehessen gyorsítani magát a terményeknek a kapuvári vasútállomásra, Kapuvár-Gartai vasútállomásra történő szállítását. Hiszen ez is egy érdekes történet, eredetileg a Győr-Sopron irányú vasút kapcsán az eredeti tervek úgy szóltak, hogy ne a Gartai része, hanem Kapuvár északi részé legyen a vasútállomás, mert aztán a kapuvári lakosoknak a lobbija végül elérte, hogy inkább Gartán legyen ez az állomás. Nos, visszakanyarulva tehát még a kis vasúthoz, nem csak terményszállítása, hanem személyszállítása is használták ezeket a szerelvényeket, és Báróberg Gusztáv, illetve a Berg család bérletének az időszakában kizárólag lóvontatású szerelvényekről beszélünk. Az 1920-as évek közepétől jelennek meg az első gőzmozdonyok ezeken a szakaszokon. A Báróbergnek az óriási vállalkozásáról néhány számot közölnék önökkel. 1880-ban 9 km hosszúságú vasúti pálya valósult meg, egészen elképesztő, mai értékre átszámolva 320 millió forint költségvetésből. A maga a báró több alkalommal írt tanulmányt magáról a gazdasági vasút kivitelezéséről, illetve az itt szerzett tapasztalatokról, és megállapította, hogy körülbelül már az első évben hasznot hozott neki ez a szállítási mód, hiszen egy szekérnyi cukorrépa beszállítása Kapuvárra szekéren 15 forintba került, míg a keskenyvágányú vasúton történő szállítás mindösszesen 10 forintba. Ráadásul azért volt nagyon fontos, hogy minél hamarabb beérkezzen a termény a kapuvári vasútállomásra, mert innen az 1870-es évek végétől létező Petőházi cukorgyárba, azt megelőzően pedig a Nagyszenki cukorgyárba szállították a terményeket feldolgozásra. A báró életében még további 3 kilométernyivel gyarapodott magának a keskenyvágányú vasútnak a pályahosszúsága, és ez a keskenyvágányú összeköttetés egészen 1978. december végéig szolgálta az itt élő embereknek a közlekedését. Az elmúlt években több alkalommal lehetőségem nyílt arra, hogy bizonyos közösségi oldalakon történő bejegyzésekhez fűződő hozzászólásokat olvassak, és például a nem olyan távoli múltban egyik kedves olvasó írta, hogy a kapuvári gazdasági vasút az esküvői külön vonata volt, és Kapuvárról öntésre mentek a lakodalmat megünnepelni, tehát micsoda élményeket adhatott ez is az embereknek. Én úgy gondolom, hogy ez a 19. századi nagy közlekedési hálózatfejlesztés óriási hatással volt a kor emberére. És végül így érkezünk meg az általam választott harmadik témához, egy meg nem valósult vasúthoz. Hát már itt az elején lelőttem a poént, hogy ez sajnos nem fog összejönni. Miért volt erre szükség, milyen irányba közlekedett volna ez a vaspálya? Tudni kell, hogy az általam említett két vasútépítést követően megvalósult a Rába közben egy észak-déli irányú összeköttetés is. Ez a mai Szombathely, Beled, Csorna, Hegyeshalom útvonal, ami Kapuvár számára rendkívül hátrányos volt, hiszen ez az észak-déli irányú összeköttetés, aminek értelemszerűen Csorna lett a közlekedési gócpontja, központja. Ez a kapuvári piacokat, a kapuvári gazdaságot meglehetősen hátrányosan érintette.
És az 1890-es évek elején, konkrétan 1892-ben a kapuvári vasútállomás, kapuvárgartai vasútállomás állomásfőnökének a fejéből pattant ki a gondolat, hogy hát Kapuvárnak is kéne egy ilyen észak-déli irányú vasúti összeköttetés, és 1893-ban a település értelmisége összefogott, és Báróber Gusztáv vezetésével, természetesen a báró nem maradt ki ebből az újító gondolatból sem, egy mozgalom indult, ami azt a címet viselte, hogy új vasutat Kapuvárnak, ez pedig a Kiscell-Kapuvár-Pándorf vasútvonal lett volna. Kiscell települést ma már ilyen néven nem ismerjük, 1903-ban Kiscell és Nemesdömölk egyesüléséből jött létre Celldömölk, tehát Celldömölk-Kapuvár-Pándorf vasútvonalról szeretnék akkor néhány szót említeni. Magában ebben az óriási munkában három vármegyének az üzleti vállalkozásáról beszélhetünk. A Vas, Sopron, illetve Moson vármegyék közösen fogtak össze, és összesen egy 119 km hosszúságú vaspályát, vasúti összeköttetést szerettek volna megvalósítani. 1893-ban elkezdődött magának a lehetséges nyomvonalnak, vasúti nyomvonalnak a meghatározása, kijelölése, 1894-ben pedig már egy nagyon komoly országos lobby tevékenység folyt azt illetően, hogy állami támogatást, illetve a megyei költségvetésből támogatást lehessen erre a gigantikus munkára szerezni. Mai értéken számolva ennek a 119 km hosszú vasútnak a bekerülési költsége hozzávetőlegesen 33 milliárd forintba került volna. Azt lehet mondani, hogy az 1894-95-ös esztendő volt egy fordulópont, amikor az általam már felvázolt útvonal mellett egy másik alternatív útvonal, a Vas megyei Radó Kálmán nevéhez kötődő Kapuvárt elkerülő útvonalnak a terve is bekerült a képbe, és innentől kezdve óriási volt a verseny, hogy Kapuvárt elkerülve, vagy pedig Kapuváron keresztül valósuljon meg ez az összeköttetés. A kapuvári korabeli előkelőség nem volt rest még Budapestre a közlekedésügyi miniszterhez is fellátogatni az ügy érdekében, de végül 1895-ben a kapuváriakat elszomorító végeredménye lett a történetnek, ugyanis kiderült, hogy a települést elkerüli ez a vasútvonal, ami azért valljuk be egy óriási löketet adhatott volna Kapuvár fejlődésének, és ma is egy nagy jelentőségi útvonal lenne, hiszen Kapuvártól Pándorfig el lehetett volna jutni vasúton keresztül. Ön említette, hogy akkor egy másik nyomvonal viszont megvalósult. Ez melyik nyomvonal? Tehát milyen ez a fertővidéki vasútnak a vonalaiba fog ez bekapcsolódni, ez a ma is meglévő vasútvonalba. A szárnyvonala kiépítése azért időközben gondolom megkezdődött, tehát nem csak a Győr-Sopron, hanem hát akkor Szombathely-Csorna vonalat is elég gondolom gyorsan kiépítették. Igen, tehát azt lehet mondani, hogy a 19. századnak a második fele Magyarországon a nagy vasútépítéseknek az időszaka. És azt lehet mondani, hogy települések számára létkérdés is volt ebben az időszakban, hogy rendelkezik vasútállomással vagy sem, hiszen a történelemkönyvekben is úgy van leírva, hogy az a település, amely be tudott kapcsolódni az országos vasúthálózatba, annak minden lehetősége megvolt arra, hogy fejlődés terén egy nagyot mutasson. Köszönöm. Nagyon szívesen.